Sajtótájékoztató keretében ismertette választási programját március 25-én Debrecenben a Magyar Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. A baloldali szövetség az április 3-ai választásokon Hajdú-Bihar megye mind a 6 egyéni választókerületében indít képviselőjelöltet. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom azért alakult meg bő 2 évvel ezelőtt, mert azt láttuk, hogy ebben az országban föl kell számolni a szociális válságot, azt a szociális válságot, ami perceken belül szociális krízissé változik ebben az országban. És azt gondoljuk, hogy erre a feladatra csak egy tisztán baloldali, egy vegytiszta baloldali, ahogy mondani szoktuk, és elvi politizálást folytató baloldali politikai szervezet vagy szervezetek képesek. Ezért is kötöttünk szövetséget a Magyar Munkáspárttal, mert ugyan mi egy fiatal párt vagyunk, de azt gondoljuk, hogy mindig is támaszkodni kell azokra, akik tapasztaltabbak, és azt gondoljuk, hogy a Magyar Munkáspárt az elmúlt 32 évben következetesen állt ki a baloldali értékek mentén, és így egyértelmű volt, hogy velük tudunk természetes szövetséget képezni. Már csak azért is, mert az ISZOM Igen Szocializmus című programját könnyedén így el tudtuk, tehát az alapvetéseit el tudtuk fogadni és beilleszteni, vagy hozzáilleszteni a Magyar Munkáspárt programjához. Azt gondoljuk, hogy ez az Igen Szocializmus című program egy első lépés ahhoz, hogy elkezdődhessen a szociális válság felszámolása, hiszen sarokszámokat is rendeltünk hozzá, mint a 250 ezer forintos nettó minimálbér, ami azt jelenti, hogy senki nem kereshet Magyarországon 250 ezer forint nettónál kevesebbet. Az 50 ezer forintos családi pótlék, illetve senki nem kaphatna 150 ezer forintnál kisebb, alacsonyabb nyugdíjat. Nekünk volt tavaly nyáron egy országjárásunk, Székely Sándor országgyűlési képviselőnkkel együtt, ugye ő nagyon sokat gyalogolt is, és akkor láttuk, hogy borzasztó állapotban van a magyar vidék. Borzasztó állapotban, a vidéki emberek magukra vannak hagyva, és egyre rosszabb, napról napra, percről percre rosszabb a helyzetük. Tehát mi vagyunk azok, akik őket képviselni tudjuk. Úgyhogy én arra szeretném kérni a magyar választókat, hogyha azt akarják, hogy a dolgozóknak, a bérből, fizetésből élőknek legyen képviselete a magyar parlamentben, akkor szavazzanak, ahol tehetik, a Munkáspárt ISZOM jelöltjeire. Hajdú-Bihar megye nagyon szerencsés helyzetben van, mert mind a 6 választókörzetben megtehetik ezt. Türmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke a távlati célokra hívta fel a figyelmet. A kormány intézkedései azok átmeneti megoldást hoznak, átmenetileg jelentenek többért, átmenetileg adnak hitelt az embereknek, de nem látszik az igazi megoldás a gazdasági válság leküzdésére, a Covid következményeinek felszámolására. Ilyen helyzetben össze kell fogni azoknak az embereknek, akiknek valóban jobb életet kell teremteni. És meg kell együtt értenünk, hogy nem a polgári kormányoktól, nem egyiktől vagy másiktól, nem a parlamenti ellenzéktől kell jobb jövőt várni, hanem önmagunktól, és ez akkor következik be, ha ott vagyunk a parlamentben, ha beleszólhatunk abba, hogy az ország kenyerét hogyan szeleteljék fel, és nagyobb darabot harcolhatunk ki magunknak. Ráadásul ma egy olyan helyzetben élünk, amikor nem csak a Covid sújt bennünket, nem csak a gazdasági válság, hanem itt van egy háború is a nyakunkon. Tudjuk valamennyien, hogy még ennek a háborúnak nincs vége, és még a következményeit se látjuk egészen pontosan. A választási programunkban még nem szerepelt a háború kérdése, bár a békéért és Európa népeinek együttműködéséért kezdettől fogva mindketten síkra szálltunk. Most, amikor a háború kitört, a Munkáspárt világos álláspontot foglalt el ebben a kérdésben. Ugye látjuk azt, hogy a kormány igent mond a NATO-ra, nemet mond a háborúra. Látjuk azt, hogy a parlamenti ellenzék igent mond a háborúra is, meg igent mond a NATO-ra is. Mi pedig azt mondjuk, hogy nemet mondunk a háborúra, és nemet mondunk a NATO-ra. Nem hiszük, hogy a NATO
keretein belül képesek leszünk a érdekeinket megvédeni. Üzentünk ma a médián keresztül miniszterelnök úrnak és külügyminiszter úrnak, akik azt mondták előtte, hogy mindent megteszünk azért, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és a NATO ne fogadja el a háborús terveket. Az üzenetünk lényeg az, hogy a minden kevés, a lehetetlen kell nekik elérni Brüsszelben ahhoz, hogy Magyarország ebből a háborúból kimaradjon. Mi is kérünk mindenkit, Hajdú-Bihar megye, Debrecen város és a környező települések választóit, a saját józan eszükre, az elmúlt évek tapasztalataira hallgassanak, és támogassák a Munkáspárt ISZOM baloldali szövetség jelöltjeit. A baloldali szövetség egyéni képviselőjelöltje a 6. számú választókerületben Dobány László.